Sziasztok! A mai videóban ismételten a LEGO Fortnite-tal fogunk foglalkozni. Ebben a videóban szeretném nektek majd azt megmutatni, hogy hogyan tudtok irányítható járműveket építeni, úgyhogy ha esetleg még nem tudjátok, hogy hogyan lehet ilyet elkészíteni, akkor mindenféleképpen tartsatok velem. A videót az Epic Games támogatta, innen is szeretném nekik megköszönni ezt az együttműködést, ugyanis tényleg nagyon szórakoztató volt ez a folyamat. Ha szeretnétek ti is kipróbálni a LEGO Fortnite-ot, akkor lent a leírásban meg fogjátok hozzá találni a linket, és köszönöm, hogyha erre a linkre kattintva próbáljátok ki először ezt a játékot. Egyébként tudtátok, hogy a játékban több mint 1000 skin megtalálható már? Mármint most itt a LEGO Fortnite-osokra gondolok, mert Fortnite-osokból egyértelműen nagyon-nagyon sok van. Viszont a legtöbb Fortnite-os skint elkészítették a LEGO Fortnite-on belül is, úgyhogy ugyanúgy tudjátok használni, hogyha már rendelkeztek skinekkel. Írjátok meg egyébként, hogy nektek hány skinetek van, illetve hogy melyik az, amelyiket mindenféleképpen szeretnétek megszerezni. Na de akkor szerintem térjünk is rá az építkezésre! A mai videóban szeretném nektek azt megmutatni, hogy hogyan tudtok irányítható járműveket építeni a LEGO Fortnite-on belül. Biztos sokan gondolkoztatok már azon, hogy benne vannak a játékban a kerekek, a thrusterök, meg egy csomó minden, amivel ugye autót lehet építeni, viszont kormány nincsen a játékban, hogyan tudjuk így irányítani ezeket a járműveket. Erre fogok nektek most megoldást mutatni, olyat, ami a levegőben működik, illetve olyat is, ami a földön. Ahogy esetleg nem láttátok az előző LEGO Fortnite-os videómat, mindenféleképpen pótoljátok be, ez fönt az i-betűre kattintva meg is tudjátok tenni, abban is járműveket építettünk, ott viszont nem volt kritérium az, hogy ezek a járművek irányíthatóak legyenek. A kihívás lényege az volt, hogy 10 másodperc alatt, 1 perc alatt és 10 perc alatt építsünk autókat, most viszont tényleg az lesz a fontos, hogy ezek az autók, ezek funkcionáljanak is, tehát elvigyenek minket A-ból B-be. Na de nem is húznám tovább az időtöket, kezdjük szerintem a földi járművel, azaz az autóval, utána pedig meg fogom nektek mutatni, hogy hogyan tudjátok ezt az autót átalakítani egy repülővé. Első körben, ami talán a legfontosabb, főleg, hogy a survival módban építkeztek, hogy keresetek egy olyan területet, ami nagyon-nagyon sima. Utána szükségetek lesz egy Dynamic Foundation-re, ugye ez a szíve lelke minden mozgó járműnek, ettől fog csak mozogni, hogyha valamire építkeztek. Úgyhogy kikeresitek a Dynamic Foundation-t, amit egyébként Flexwoodból tudtok megszerezni, és akkor oldjátok fel a receptjét survival módban, hogyha kivágtátok az első kaktuszt a sivatagban, ugye ez a Flexwood a játékon belül. Na de akkor a következő, amire még szükségünk lesz, az a Wood Foundation 2-es, és ezt középre kell leraknotok. Egyébként, hogyha jobb klikkeltek, akkor a sandbox módban oda snappeli pontban középre ezeket az elemeket, szóval így sokkal könnyebb lesz majd az építkezés. Szóval ezt ide szépen középre lerakjuk, 5 darab ilyen kis pöcök kell, hogy legyen mind a két oldalt, akkor van közép-középen. A következő, ami kell nekünk, ez a plank railing, ebből is a 2-es, tehát az 1x8x6-os, és ezt kell úgy leraknunk, hogy egy picit felemelkedjen, szóval ami itt a lényeg, hogy kívül legyen, erre a középső kockára illesztve, ezt megismétlitek itt a másik oldalon is, oda egyet és oda egyet. Mindjárt megnézem azért, hogy jól raktam el, mert ez tényleg fontos lesz, ezek fogják egyébként majd az irányítható blokkokat a helyükön tartani. Ha ezzel megvagyunk, akkor már csak ide középre kell raknunk, itt viszont nem kell, hogy kilógjon a platformról, úgyhogy ide is rakok egy ilyet, és ide is rakok egy ilyet. Ha esetleg ezek az építőanyagok nem elérhetőek nektek, akkor az azért van, mert még nem foglalkoztatok a falvak fejlesztésével, úgyhogy érdemes tényleg ezzel is foglalkozni. Mind a három területen érdemes 10-es szintig felfejleszteni a falvakat, és akkor az összes építőanyag a rendelkezésetekre fog állni. Itt van az alapja ennek az egésznek. Most szükségünk lesz a Wood Foundation 6-osra, ez egy 4x4x12-es építő kocka. Ezeket is szépen berakjuk középre, így, így. És utána pedig kell nekünk egy Wood Foundation 2-es, és egy ilyen T betűt formálva kell egymásra rakosgatni így ezeket. Ez lesz egyébként az irányíthatóságnak a kulcsa, ugyanis erre kell majd rakni azokat a kapcsolókat, amivel jobbra és balra tudjuk majd irányítani a járművet. Úgyhogy most jönnek a kapcsolók, ebből is le kell raknunk 3-at, 2 fog azért felelni, hogy jobbra, illetve balra tudjunk menni, 1 pedig azért, hogy ugye előre is tudjon haladni ez a jármű. Úgyhogy ebből lerakunk egyet a bal oldali irányításra, egyet a jobb oldali irányításra, és ide is elhelyezünk természetesen egyet, hiszen ettől fog majd szépen előre menni a járművünk. Jó, na, ha ezzel megvagyunk, akkor jön az igazi csoda, illetve a rombolás, ugyanis ezeket az oszlopokat ki kell ütni. Egy oszlop! Fantasztikus!
Hát most ez így eléggé furcsán néz ki, de pont ettől lesz irányítható maga a szerkezet. Hát azért bízok benne, hogy a következő update-ekben már majd kapunk kormányt is a jelművekhez, és akkor egyszerűbb lesz ezeket megépíteni, de most így ki kell okoskodni őket. És ahhoz, hogy ezek itt a helyükön maradjanak, szükség van még arra, hogy ugye ezeket lefogjuk, úgyhogy ide középre rakok egy-egy ilyen kis leszorító elemet. Úgyni, remélhetőleg ezt így szépen el tudjuk helyezni. Ezek tényleg egyébként csak azért kellenek ide, hogy leszorítsák. Így talán több helyünk marad. Oké, így most már a helyén fog maradni. Bár most inkább úgy néz ki ez a kis jármű, mintha egy kis repülőgép szeretne lenni, de nem fog elrepülni. Ahhoz egészen másra van szükség. És most jönnek a thrusterök, amikre ugye még szintén szükség lesz. Ebből kell ide egyet raknunk, és még ezekre a kockákra kell egyet, és egyet. És nagyjából itt válik el az autó és a repülőgép. Tehát, hogyha repülőgépet szeretnétek építeni, akkor pontosan ugyanezt kell megépítenetek, utána pedig majd ballonokkal telerakni, és majd még kell rá egy-két dolog, de majd azt el fogom magyarázni, amikor ott tartunk. Na de akkor térjünk vissza az autóra. Szinte már kész is vagyunk. Egyetlen egy dolog hiányzik erről az autóról, az, hogy kerekei legyenek, úgyhogy már csak kerekeket kellene rárakni. És itt igazából arra kell odafigyelni, hogy mindegyik kerék a földön legyen, tehát itt elég sok időt el lehet ezzel egerészni, ugyanis tényleg nehéz úgy lehelyezni ezeket a kerekeket, hogy mindegyik a földet érje. Pontosan ugyanott van mind a négy kerék, ahol lennie kell. És hát akkor most van az a döntő pillanat, amikor kipróbálhatjuk ezt a járművet. Az autó irányítása pedig pofon egyszerű, ahhoz, hogy elinduljunk, ahhoz a középsőt kell meghúzni. Ha pedig egy kicsit lassítani szeretnénk, akkor ismételten meg kell húzni a középsőt. Ugye ez addig fog előre menni, ameddig kitartanak a thrusterök. És neki is mentünk ennek a sziklának. Na de ezért építettünk ugye irányítható járművet, és hát egy kicsit át kell, hogy kapcsoljuk az agyunkat ezekkel a kapcsolókkal is, ugyanis, hogyha balra szeretnénk kanyarodni, akkor a jobb oldali kart kell meghúzni, ha pedig jobbra szeretnénk kanyarodni, akkor a bal oldali kart kell meghúzni, és ne, itt pedig jó lenne, hogyha meg tudnánk állni, mert hát nem tenger alatt járót építettünk, és innentől kezdve lehetséges, hogy el is veszítettük az autónkat. Szóval lehet, hogy nem a legjobb ötlet volt egy sziget közepére építeni ezt az egészet, ugyanis hogyha vízbe ér és elsüllyed, akkor onnantól kezdve sajnos ennyi volt az autónk, de lényegében szerintem értitek, hogy hogyan kell ezt megépíteni. Most viszont sajnos kezd lemenni a nap, és sötétben nem szeretnék építkezni, és szeretném, hogy minél többet lássatok majd az építményekből, úgyhogy ha feljött a nap, visszatérünk a repülőre. És akkor csodáljuk meg ezt a nap felkeltét. Ugyanis rengeteget kellett rá várnom. Na de nem is húznám tovább az időt, kezdjük el szerintem a repülőnek az építését is, ugyanis az egy kicsit hosszabb lesz, mint az autónak a megépítése, és ahogy mondtam, a legeleje szinte ugyanaz lesz, úgyhogy ugyanúgy a Toys menüből kiválasztjuk a Dynamic Foundation-t, utána ugye kell nekünk egy nagy-nagy téglalap, ezt középre rakjuk, már egyébként fejből bármikor megépítem ezeket. Aztán a következő, amire szükségünk lesz, az ugye a fence, abból pedig a plank railing 2, és ugye ezt kellett úgy elhelyeznünk, hogy ide a szélére, és a másik oldalt ugyanúgy ezt megismételjük. Utána ugye jöhet középre ez, ami már a foundationre megy, tehát nincsen ilyen kis kihagyás. Eddig, ahogy mondtam, szinte teljesen ugyanaz, mint az autónál. És továbbra is szinte ugyanaz lesz, mint az autónál, ugyanis kell nekünk ugye két-két oszlop, amire rárakjuk ezeket a Wood Foundation-öket egy T betű formájába. Nem muszáj egyébként azt a nagyon magasat használni, ez a kisebb is megteszi. Igazából ez már rajtatok áll, hogy melyikkel készítitek el. És akkor most kell nekünk ugye a kar, amivel irányítani tudjuk a járművet. Természetesen ugyanúgy három darab, ugyanis kell, hogy előre is menjen, illetve kell az, hogy oldalra is menjen. És akkor most kell kiütnünk ezeket. Jó, jó helyre esett, és megint jó helyre esett. El se hiszem, hát ez csodálatos. Tényleg egyébként sokszor megépítettem, és több estét is meg kellett, hogy várjak fun fact-et, mert órák óta itt ülök és csinálom nektek ezt a videót, de úgy voltam vele, hogy azért legyen normális. Aztán ugye kell nekünk a leszorító léc, itt egyébként nem muszáj olyan nagyot használnunk, hogyha közel rakjátok a kapcsolókhoz, akkor le tudnak törni, és az fájdalmas tud lenni, úgyhogy ne törjétek le ezeket a kapcsolókat. És akkor innen kezd el eltérni attól,
hogy autót építünk, vagy repülőt, ugyanis ezekre a kiálló leszorító részekre kell raknunk ilyen 4x4-es foundation-öket, kockákat, ugyanis ezzel tudunk majd leereszkedni, de majd úgyis meglátjátok, hogy itt most pontosan mire gondolok. Na de ne feledkezzünk meg a thrusterökről se, ugye ebből kell ugyanúgy 4 darab, ide 2 hátra, illetve mint az autónál, ugye erre a részre egy-egy, hogy jobbra és balra is tudjuk majd ezt szépen irányítani. Aztán a következő az az ágy, amit egyébként azért is érdemes elkészíteni, mert ha leesünk, akkor itt fogunk újraéledni, szóval ezzel spawn pontot tudunk magunknak állítani. Ebből is lerakok ide szépen egyet, és akkor így már ugye nem lesz probléma. Belefeküdtünk, és akkor innentől kezdve, ha leesek, akkor már nagy bajunk nem lehet. És most már csak egyetlen egy fontos elem hiányzik ahhoz, hogy végre a levegőbe emelkedhessünk, azok pedig a Toys menünél megtalálható kis ballonok, úgyhogy ebből kell elhelyeznünk többet is. Ugye minél nagyobb a súly, annál több kell, hogy felemelkedjünk, de ha minden igaz, akkor nekünk elég lesz 6 darab ezekből. Szóval a sarkára lerakunk 4-et, és még ezekre a kiálló pöckökre rakunk 1-et, 1-et, és már a levegőben is vagyunk. Húha, kicsit olyan hangja van, mint hogyha éppen szeretne széttörni, de remélhetőleg nem fog nekünk ezt széttörni. És akkor innentől kezdve már ugye tudunk előre menni a karok meghúzásával, és ahogy mutattam nektek az autónál, természetesen ez is ugyanúgy irányítható, tehát hogyha jobbra akarunk menni, akkor a bal kart kell meghúzni, hogyha pedig balra szeretnénk menni, akkor a jobb oldali kart kell meghúznunk. Meg hát természetesen ugye a középsőt folyamatosan, hogy haladjunk is valamerre, és ne csak pörögjünk a levegőbe. És hát, hogy mire is hasznos tulajdonképpen nekünk ez a kis repülő? Hát ahogy láthatjátok, költöztetésre annyira nem alkalmas. Ezt inkább ilyen felderítő repülőnek nevezném, ugyanis ezzel be tudjátok járni a világot nagyon-nagyon gyorsan, akár a levegőből azt is meg tudjátok nézni, hogy hol van ugye befogadható falusi, ugyanis vannak nagyon-nagyon ritka falusiak, akik jóval értékesebbek, mint azok, akik csak úgy megjelennek a faluban, úgyhogy érdemes rájuk vadászni. Erre mindenféleképpen tudom nektek ajánlani, illetve hogyha új területeket akartok felfedezni, akár még nem láttatok a távolban soha havas területet, akkor ezzel is sokkal könnyebben ugye ezeket meg tudjátok találni. És hát jön a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha szeretnénk leszállni. Mert hogy ezeket a ballonokat kivinni nyilván nem jó ötlet. Erre is van megoldás, mégpedig az, hogy elkezdtek építkezni. Ugye a játékban úgy működik, hogyha súly van, akkor szépen lassan elkezd ereszkedni. Nyilván minél nagyobb a súly, annál gyorsabban. Úgyhogy arra azért figyeljetek oda, hogy olyan területen próbáljátok meg leszállni, ahol nagy bajotok nem eshet. De így szépen elkezdtünk ereszkedni, és egyébként lehet, hogy pont egy fa tetejére fogunk megérkezni. Bízok benne, hogy azért nem fogja széttörni a szerkezetünket, mert az annyira azért nem lenne jó. Lerakok még egyet, aztán megnézzük, hogy hova sikerül leszállni, de nem, ez nem egy fa, csak egy bokor, jó? Oké, ez már így jó is. És akkor láthatjátok, hogy így szépen földet tudunk érni. És semmi bajunk nem esett, illetve a kis repülőnknek se esett semmi baja. Ha pedig szeretnénk újból ugye felszállni, akkor egyszerűen csak kiütjük ezeket az oszlopokat. Úgyhogy mielőtt felszállnátok, ügyeljetek arra, hogy legyen nálatok fa, hogy ugye tudjatok ilyeneket kraftolgatni. És akkor ahogy mutattam ugye az ágy, hát az pedig, aki már próbálkozott repülő szerkezet építésével, biztos, hogy beleesett abba a hibába, hogy nem rakott rá ágyat. Úgyhogy szóltam előre, aki még ilyet nem próbált, rakjon rá ágyat, és ilyenkor, hogyha leestek és meghaltok, akkor, ha minden igaz, ezen a kis repülő szerkezeten kell újraélednetek. Hát nyilván a cuccotok lent marad, de legalább nem veszítitek el ezt a nehezen megépített repülőt. Úgyhogy szerintem megmutattam nektek azokat a irányítható járműveket, amiket valóban érdemes megépíteni a LEGO Fortnite-on belül. És amit még el szerettem volna mondani ebben a videóban, mert biztos vagyok benne, hogy lesz olyan, aki írja, hogy ugye nem említettem meg azt, hogy ezt ki építette. Próbáltam megkeresni, hogy ki volt az eredeti alkotó, de annyi hasonló külföldi videó van,
amiben szinte ugyanezeket építik meg, hogy nem nagyon tudtam igazságot tenni a között, hogy ki volt az, aki ezt először megépítette. A videó elkészülését az Epic Games támogatta, innen is szeretném nekik megköszönni ismételten ezt a lehetőséget. Hogyha tetszik nektek a LEGO Fortnite, mindenféleképpen próbáljátok ki, a leírásban fogtok találni egy linket, ahonnan ingyenesen le tudjátok tölteni a játékot, és nagyon szépen köszönöm, hogyha ezen a linken próbáljátok ki először. Illetve, hogyha szeretnétek engem támogatni a játékon belül skinek megvásárlásával, akkor használjátok a Doki Andi Creator kódot, ezzel is tudjátok támogatni a munkásságomat. És ne felejtsétek el azt, amit mondtam a videó elején is, hogy több mint 1000 LEGO Fortnite-os skin megtalálható a játékban, ugyanis a Fortnite-os skineknek a nagy része át lett konvertálva LEGO Fortnite-ossá. Úgyhogy ha már van neked valamilyen, akkor azt írd meg nekem lent a komment szekcióba, illetve hogyha van olyan skin, amit mindenféleképpen szeretnél majd megszerezni, azt is oszd meg velem, meg fogom nézni. Köszönöm, hogy itt voltatok! Andi voltam! Sziasztok!